Jubileumi kiállítást és ünnepi előadást tart Miénk a világ címmel a Gödöllő Táncegyüttes február 9-én 15 és 18 órai kezdettel a Művészetek Házában Gödöllőn. A rendezvényen közreműködnek a táncegyüttes óvodás, ficánkoló, kiskamasz, druzsba és felnőtt csoportjai. A zenei aláfestést Pál István szalonna és bandája biztosítja. Az együttes vezetőivel és tagjaival beszélgettünk az elmúlt időszakról. Mikor alakult meg a Gödöllő Táncegyüttes? Hát pontosan 20 éve, egy őszi napon, úgy gondolta Igló Éva és Gémesi György, hogy akkor Gödöllőre is kell a néptánc. Összedugták a fejüket, és a gyerekcsoporttal ugyan, de elkezdődött a munka. És hány fővel indult akkor a munka? Hát olyan 30 gyerek kezdte el a táncot, és aztán szépen-szépen egyre többen ők felnőttek, aztán már ki is maradtak, de most már olyan jó 10-15 éve több 150-180 fővel dolgozunk. Hogyha ilyen sok fővel dolgoznak, akkor esetleg több csoport is van? Természetesen most jelen pillanatban 5, tavaly 6 volt, ez attól függ, hogy a gyerekek hogyan nőnek ki, mennek el. Óvodáskortól egészen a felnőttig így van. Több oktatóval természetesen, hiszen párhuzamosan folynak az oktatások. Esetleg az oktatók nevét felsorolhatjuk el, hogy kik tanítják a fiatalokat a néptáncra? Természetesen a legkisebbeket Hajdú Zsuzsanna, utána Széphalmi Tóth Judit és jó magam együtt dolgozunk a következő generációval, Hajdú Zsuzsanna és Musza Ahmed a következővel, és akkor végül is négyen a felnőtt csapatban. A csoport egymás után négyszer kiválóra minősült a második legjobb eredménnyel. Többször léptek fel az Erkel Színházban megrendezett néptánc antológián az ország legjobb együttesei között. Táncosaik szólótáncban is kiváló eredményeket értek el, többen rendelkeznek aranygyöngyös, bokrítás, pántlikás, aranysarkantyús díjjal, valamint a népművészet ifjú mestere címmel. Előadásaikat nem csak hazánkban, de más országban is élvezhetik az érdeklődők. Volt a csoport Törökországtól, egész Nyugat-Európát bejárt a külföldön, de hát itt Magyarországon is nagyon sokat utaztunk, és hát vannak olyan helyek a Hortobágy, ahol mindig szívesen megyünk, vagy nagy nemzetközi fesztiválok itthon Magyarországon, illetve hát olyan megmérettetések, mint a Szolnoki, az Alai Fesztivál, Kállai Kettős Néptánc Fesztivál Nagykállóban, ahova úgy megy az ember, hogy emlékszünk rá, és szívesen gondolunk vissza, hiszen szép sikerek voltak. Hogyan kezdte el a néptáncot, és mikor indult el ezen a pályán? Hát éppen 6-7 éves lehettem, amikor a édesanyám elrángatott a néptánc próbára, és akkor kisebb, rövidebb hadakozások után végül is ezt a pályát is választottam, tehát maradtam a táncba, keze alatt nőttem fel, és át is vettem tőle ezt az együttest. Ez már 37 éve volt. És milyen sikereket tudhat magának? Hát nagyon sok szép személyes sikerem, hiszen szóló táncversenyeket nyertem, nem egyet, nem kettőt, párommal is természetesen, és hát a csoporttal is, éppen a előbb említett kiválóan minősített sorozatunk, de hát én nem csak a Gödöllő Tánc Együttesnél dolgozom, hanem hagyományőrző csapatoknál is, Püspökhatvanban is Veresegyházon, őkkel is nagyon sok szép sikereket minősítésekben, külföldi utakban, hát nehéz felsorolni, nem is lehet. Miért jó a gyerekeknek, hogyha néptáncra járnak? Hát tulajdonképpen egy olyan komplex képzést kapnak, ami nem csak arról szól, hogy eltöltenek valahol értelmesen másfél-két órát, hanem egy zenei alapképzést ad. A mozgás a harmonikus, koordinált lesz, és emellett természetesen megismeri a magyar népi kultúrának legalább egy kis szeletét, ami nem utolsó dolog a mai világban. Mit szerettek a néptáncban? Hát, hogy pörgünk, de nagyon elfáradunk benne, de azért jó, meg jó, hogy itt van egy társaság, ahol együtt vagyunk. Hát én csak úgy hobbi. Igen, én is, hogy pörgünk, és hogy segítünk egymásnak a táncolásban, meg hobbiként is. Hát igen, a hobbi az megvan, meg hogy barátokat szerzünk, mert ugye nem mindenki Gödöllőről van,
más iskolában járunk, barátokat szerzünk, meg tanulunk is egy csomót. Hát én egyszerűen csak élvezem ezt a táncot, nem kell különösebb okot mondani, a jó és kész. Sok barátot szerzünk, és kifáradunk, és hogyha iskolában nem fáradunk, itt jó, mert levezetjük a sok energiát. Mióta táncoltok a Gödöllő Tánc Együttesbe? 6 éve. Én csak 6. 6. És mi hozott benneteket ide? Miért szerettetek volna elkezdeni néptáncolni? Mert ez egy különleges dolog. Tehát itt egy csapathoz tartozunk, és egy közösség, ami összehoz minket, és mellette nagyon szép dolgokat tanulunk. Hát nekem úgy döntöttek a szüleim, hogy kell csinálni valamit tanórán kívül, és akkor a néptáncot, mert apa is néptáncolt, meg anya is énekelt, úgyhogy az jött. És hát nyilván azután tudtad meg, hogy milyen klassz csapat, miután eljöttél, de előtte, tehát láttad valahol, láttál néptánc előadást, vagy voltál ilyen fellépésen, honnan tetszett meg? Hát igazából az anyukám mondta, és nagyon tiltakoztam az első évben, de aztán nagyon megszerettem. Mik a kedvenc táncaitok? Alapvetően a Galgamenti, a mi környékünk, azon kívül most, amit mostán táncolunk, a Vajda Szent Iványi, meg hát... Ennyi szerintem, ami... Meg a Bodrog köz. Hát én szeretem a Rábaközit, a Galgamentit, de az új is tetszik, a Vajda Szent Iványi. De inkább a Galgamenti az, ami legjobban szeretem. És ezek a táncok, tehát ezeket miért szeretitek? Hogy pörgős, vagy lassabb, vagy összetettebb mozgások vannak benne? Hát az itthoni az ugye alapvető, a többi pedig vagy sikerem volt benne, vagy pedig most, ahogy tanuljuk, így hát szeretem. Hát én is azt szeretem, hogy Püspök 60-ban a tánctáborokban is szoktak jönni hagyománynyőrző idősebb emberek, és ők is szoktak nekünk táncolni, és hát igen, ezt szeretem benne. És hát olyan szerethető tánc, lassú, egyszerűbb, de vidám nagyon. Voltatok-e már valamilyen megmérettetésen, és hogyha igen, akkor mit értetek el? Én voltam 2009-ben a hagyomány, vagy a Közép-Magyarországi Szólótánc versenyen, és ott aranykeszkenős első díjas lettem. És a továbbiakban hogy gondoljátok a folytatást? Hát szerintem az egész életemet meg fogja határozni, és szeretném folyamatosan csinálni ezt a dolgot. Mert aki egyszer belejön, az ki nem mehet ki belőle, tehát ez egy ilyen zár. Hát én is szeretném folytatni, mindenképp amíg lehet, de hát azért megpróbálok rá majd mindig időt keríteni, és szeretném folytatni. Hogyha egy kisgyereket szeretnétek megnőzni arról, hogy jöjjön néptáncolni, mit mondanátok neki? Hát azt, hogy én tanítom az ovisokat, tehát az mindenképp. Valamint nagyon sok játékot tanulnak, sok barátot szereznek, és ez a 45 perc az nekik, amint látom az arcukon, az egy más világ, mint az óvoda, meg mint bármi. Hát én is, hát inkább a játékokra mesélek, ezekre a népi játékok, amiket játszani szoktunk, meg hát tényleg, hogy milyen vidámok szoktak lenni a táborok, meg a táncpróbák, nem annyira a táncról inkább. Szóval a mozgásról, meg a munkáról, hanem hát igen, a játékokról leginkább. És mióta táncolsz?
Én viszonylag későn, 12 évesen kezdtem el táncolni. A nagynéném a Bagi óvodában dolgozott, és Igló Éva tartott egy gyerektáncházat. És azt hiszem ez volt az a pont, amikor, bár már a szüleim sokkal korábban szerettek volna, hogy menjek táncolni, ez volt az a pont, amikor én úgy döntöttem, hogy én ezt ki akarom próbálni. És hát azóta nem mondhatnám, hogy sok próbát kiadtam. Azóta megy. És a tanítás? Amint említettem, én Bagon, a Muharraj Elemér Népi Együttesben kezdtem el táncolni, és elsőként Igló Évánál kezdtem el asszisztenskedni, majd a lányánál és a fiánál, tehát Mosóci Liviánál és Szép Halmi Zóninál tanultam, illetve nekik kezdtem besegíteni a munkában, és ez így nőtte ki magát, hogy most jelenleg a Gödöllő Tánc Együttesben, illetve művészeti iskolában is tanítok. Hogyan állítjátok össze a koreográfiákat az egy-egy műsorokhoz? Minden évben új kihívások vannak, új gyerekanyag, tehát ez a legfontosabb, amihez mérjük, illetve minden évben meghatározzák az adott versenyek is, hogy mikor, mivel érdemes készülni, foglalkozni. A gyerekeket is azaz, hogy a nagyobb gyerekeket is megkérdeztem, hogy mit mondanának a kicsiknek, hogy miért jöjjenek táncolni. Te, mint táncpedagógus, hogyan veszed rá a gyerekeket, hogy szívesen járjanak táncolni? Hát ez a megfogtad a lényegét, tehát a motiváció az, ami azt hiszem, hogy a legnehezebb, főleg a mai világban, amikor annyiféle dolog, annyiféle szín, íz, kihívás és mindenféle sport és érdekesség vonza a gyerekeket. Arra törekszünk, hogy egy olyan közösségben legyenek együtt, ami maga a közösség is itt tartja őket, visszahívja őket. Nem mellékes, hogy mozognak, hogy a nagyon, nagyon mozgás szegény életükbe azt hiszem, hogy egy elég erős és intenzív, bár csak heti kétszeri alkalommal történő izommunkát viszünk az életükbe. Ez a másik, amit fontosnak tartani, és a közös élmények, a fellépések, a kirándulások és a versenyek, mert a gyerekek szeretnek versenyezni. Több csoportotok is van. Hol vannak a próbák? Mert gondolom több helyen is vannak. A legfontosabb telephelyünk, vagy a legfontosabb munkánk a Gödöllő Tánc Együttes. Itt több korosztályban is tanítok, én egészen a kicsiktől, a ficánkoló generációtól, a felnőttekig, a kiskamaszokon, nagykamaszokon át dolgozunk. Ezen kívül Püspök 60-ban is van kihelyezett tagozatunk, itt dolgozom jelenleg. Hogy veszed észre a gyerekek, melyik táncokat részesítik előnyben? Ez mindig változó. Az is biztos, hogy egyre korábban igényelik azokat a táncokat, amelyeket régen csak felnőttebb generációktól láttunk. Ami biztos, hogy nagyon szeretnek csapni és pörögni a gyerekek, de ez nem meglepő, azt hiszem, a mai világban. A Gödöllő Tánc Együttes 20 éves fennállását ünnepli. Ez alkalomból két előadást tekinthet meg az érdeklődő közönség. Hát február 9-én lesz kettő műsorunk, délután 3 órakor és este 6 órakor. Lesz egy kiállításunk, amit 2 órakor megnyitunk, azt megtekinthetik, ahol fotókon, relikviákon keresztül villan föl a táncegyüttesnek a 20 éve. És ezen az esti műsoros estén minden korcsoport megmutatja magát? Így van, ez senkit nem hagyunk ki, ez is már szokás nálunk, tehát mi egy nagyon nagy család vagyunk, és próbáljuk azt, hogy legalább egy évben egyszer, kétszer, amikor így összejövünk, akkor valóban mindenki ott legyen, egészen a legkisebbektől a legidősebbekig.